Folytassuk a Death Doorozást. Én a mondó vagyok. Eráze, az nem tudom mit jelent. Amúgy tudom, hogy mit jelent. Az az a gomb, amit nem akarok megnyomni. Előző részek tartalmából. Legutóbb sikerült legyőzni először a béka királyt. Iszonyatosan jó volt ez a... Tehát nagyon jó volt a boss fight. Nagyon király volt. Nagyon élveztem. Mire rájöttem, hogy lövöldözni kell a hátán a botot, mert itt sejtettem, hogy azt kell csinálni, csak hogy olyan fura hitboxa volt, vagy én gondoltam rosszul, így sokadjára lett meg az, hogy a botját lövöldözzük. Szükséges a bot lövöldözése, a béka király botjának a lövöldözése, mert azon ugrál, és azzal rezetelődik a padló. Úgyhogy azt tetszett. Illetve megöltük a bossit is a pincébe. Elsőre. Ő nem volt kihívás. És most megszereztük, mármint hogy, és még a stream végén megszereztük a negyedik képességet, amivel húkolni tudom magam. Wow, ezt nem is tudtam, hogy lehet charge-ot akkor nyomni ezzel a fegyóval. Tudom húkolni magam még hozzá, hogy is? Mindjárt rájövök. Így. Oda tudom húkolni magam ilyen oszlopokhoz. Ez már kellett. Ez már nagyon-nagyon kellett. Úgyhogy most már mindegyik képesség megvan. Ez annyit jelent, hogy mindenhova oda tudok menni, ami így a pályán van. Tehát mindent fel tudok fedezni. Mondjuk ez nem feltétlen igaz, mert ha nyomok nektek egy olyat, hogy igen. Látjátok, hogy fehérek a képességek. Egy képességet leszámítva, a tűz. Mert a tüzet tudtam fejleszteni, méghozzá úgy, hogy most már, hogyha lövök egy tüzet, akkor nem csak az, hogy lángcsóvát lövellek ki, és fáj az enneminek, hanem a lángcsóval dotolja őket. Tehát, hogy égetni fogja az eltalálások után is még egy jó ideig. Úgyhogy, hát, itt tartottunk. Ez volt az előző streamben. És hát nehezen találtuk meg ezt a helyet. De szerencsére segített az öreg holló. Na, pergessük, srácok! Nem tudom, hogy merre kéne egyébként tovább menni. Most így hirtelen nem tudom, merre kéne tovább menni, de csináljuk azt, hogy átnézem ezt a helyet. Jaj! Gonosz a játék. Szóval oda valahogy föl lehet jutni. De hát én már jó, voltam is ott fönt. Vagy végül nem. Ha megbököm. Jó. Azt viszont meg kell lőni. Igen. Ó, és ott tovább tudok menni. A lánccal. Ott is van. Aha, lát.
látom, látom, skacok, miket lehet itt csinálni, miket lehet művelni. Annyira jó ennek a játéknak a muzsikája. Chilis, sajtos chipset majszol. Azt én is majszolnám. Tegnap előtt este wasabis ilyen golyókat ettem. Iszonyatosan jó volt, nem tudtam megenni az egész zacskóval. Talán harmadjára vagy negyedjére, mert így 20 percenként szünetet kellett tartanom. Annyira erős volt. És olyan egyébként, hogy eteti magát, szóval bekapod, és utóíz a wasabi, szóval tehát bekapod, először nem fogod érezni, hogy wasabi, és utána megeszed, és így érzed, hogy kellemesen csípős. De a tizedik vagy a huszadik ilyen golyó után már azt érzed, hogy szétszed. Itt nyugszik nyitott kapu uraság. Bla 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 bla. Sajtos halapenyós, megkóstolnám, Krisi. És le lehet menni. Azt mondja nekünk, hogy üdvözöl minket. Azt nem is igazán értettem, hogy oda mit írt. Maradjak az igaz úton. Érzi a győzelmemet. Sajtos halapenyós léz. Lézeket amúgy szeretem. Ez valami új terület? Nem, ez nem új terület. Szia, Ironside! Aha, igen. Csípős chipseket nagyon nem eszek. Oké, és... és most megnézzük a második járatot. Ott pedig egy kulcs van. Itt nincs más, jól van. Ja, amúgy, ha tudnám magam hílálni, akkor miért is nem? Nézzünk balra, tudom, hogy itt egy kulcs, visszajövünk majd. Na. Oké.
még ott nem nyílt ki. Ó. Ó. Ma vaníliás baraszkos pánákat akarok sütni. Ennám. Szevasz, Fleti. Ennám azokat a pánákat. Főleg, hogyha vaníliás. Magamat fel tudom robbantani. Az megy. Nem azt hittem, hogy lehet tolni. Azt hittem, lehet tolni. Szerintem ez följebb van. Na várjál csak. Lehet most egy kulcsunk, amit még nem tudom, hogy hova kéne berakni. Ja, hogy egyébként itt kellett volna végigmenni? Csaltam. Csaltam. És itt akkor le lehet ugrani. Titkos fal? Nincs titkos fal. Nem lehet leugrani. Szomorú. Jó, akkor olyat csinálunk, hogy leugrunk. És erre elnézünk. Igen, azt ott meg lehet húzni, és itt erre még szerintem nem voltunk. Igen, itt lesz közben egy shortcutunk. Ott is van. Itt is lesz egy shortcutunk. Ja, látom, azt még föl kell húzni először. Úgyhogy meglőjük. Aha, ezt akarja a játék? Igen, mert így át tudunk jönni. Csak itt valami fájtok lesznek, nem? Játék, te nem akarsz fájtokat? Mi a helyzet, Fleti? Értem. Az magasabban van. Viszont, hogyha átmegyünk, nem tudunk átmenni. Szerintem ezt így kell csinálni. Ott is van! Bám! Tényleg megnéztük, hogy ott van-e a Tisza, ahol múltkor hagytuk, de ma is olyan meleg van, hogy legszívesebben mennék csóbbani. Hát ezt elhiszem, Fleti. Én néha-néha kibegyek a lakásból, és így érzem, hogy bődületesen meleg van. Ó, és itt van egy zár, amit ki lehetne nyitni. Ajjaj, ez valami fájtos helynek tűnik, úgyhogy nyissunk csak ajtót. Másik irány. Én tudom, merre lakik Fleti. Fleti arra lakik, amerre Kókusz útba van, hogy felvegye.
Nem lehet valahogy tölteni? Hát, hogy így ez nem lesz elég. Megcsapkodom. Ja, hát végül is ez nem fogyaszt semmit. Nagy valószínűsége itt egyébként nem kéne lemennem. Oda nézzetek, és itt kilakik. Kilakik ide lent. Deadbolt, uraság. Az ő élete nem volt könnyű. Az univerzum egyensúlya, tehát az volt a feladat, hogy egyensúlyba tartsa az univerzumot. Egyedül csak is az övé volt. Roguelite játékot lehet a szemem? Nem, Jazzy, nem, nem. És nem is Souls-like, viszont Souls-like-like? RPG. Azt mondta, hogy... csúnya dolgokat mondott. Ezt mondta. Itt jártunk már? Itt nem jártunk, de ezt ki tudjuk nyitni, és ez shortcut! Ez bizony shortcut lesz, és tudjátok, hogy milyen shortcut? Nagyon jó shortcut. Bizony, jól sejtettem, hogy ez lesz itt. Dolmányos Souls. Mondom, fölcsárzsolom, úgyis ide jön. Ezt amúgy nem jött ide. Hanem rám csárzsolt. Nem hagyta. Ó, hát ez ingyen. Ingyen térkép, vagy mi ez? Kontrakt. Ez a szoba ennyi lenne? Wikipédia cikket a definícióhoz. Az a helyzet, hogy ez... nem is tudom. Nem is tudom, mihez lehetne hasonlítani igazán. Nem roguelite, nem is roguelite. Vagy egy varjóval, aztán mész, begyűjtöd a lelkeket, mert ugye te vagy a lélekgyűjtő, és vannak erősebb lelkek, akik visszatartják azt, tehát akik nem akarnak megfelelni a... nem akarnak meghalni. Úgyhogy... semmit nem vesztesz, hogyha buksz, vannak boss fightok. Újra kell kezdened. A harc az ami így nehéz, úgymond. Oké, és itt most balra megyünk. Hát, ha itt lesz az utolsó. Ez mennyire fog fájni, hogyha nyomok egy ilyet? Semennyire. Értem? Most mi? Ja, látom. Ja, látom. Ez jó volt, ez nagyon jó volt, srácok. Szeretem az ilyen feladatokat. Hogy itt az utolsó. Itt az utcsó hullám. Már nem is emlékszem, hogy ki van itt.
Megvan a negyedik. Megvan a negyedik tűz, úgyhogy boss fight hamarosan. Majd is mehetünk le a kalitkával. Igen, ő a Theodor. Aha, tehát hogy most jelenleg káosz van. Ó, tehát hogy minden uraság megtanított valakit, hogy járja az urak útját. A bizonyos urak útját. Tehát, hogy mindenkinek kell, hogy legyen utódja. És Theodor csinálta azt, hogy felbérelte, vagy betoborozta a varjakat egy olyan feladatra, amihez nekik korábban, tehát amivel ők korábban még nem foglalkoztak. Na, hadd szóljon! Theodor! Ez nagyon menő volt, srácok. Erre kell menni? Erre. Jó. Mindjárt jössz, mindjárt jön a boss fight. Azt a szót nem rejtették el eléggé. Egy ajtót kéne találni egyébként. Ajtót? De hogy ajtót? Nem ajtót kell találni, hát... De ajtót. Egy olyan ajtót, ami visszavezet engem. Visszavezet engem, srácok, a kezdőhelyre, hogy fejleszthessem a kis karakteremet. Jaj, hát tényleg te egy ellenség vagy. Nagyon morcos le. Srácok, ez nem igazán sebzi őt. De legalább kipróbáltam. Ha esetleg valakinek kérdés lenne, én kipróbáltam. Hogy a húk sebeze. Sebez. Pikás, lazacos, hami. Na majd körül kell nézni, hogy mik vannak. A klasszikus tonhalkrém az adja. De én extránsat nem kóstoltam meg. Ennyire rossz vagy ennyire jó, Lianna? Ennyire rossz, ó. Üres. Ott van az a madarak agya. Ez az az agya. Más nem lát. Ó, ez a terület, ez ismerős. Ez a terület ismerős.
Aha, ne, akkor nem ismerős. Hát, hogyha itt egy ajtó van... Akkor ez azt jelenti, hogy... Viszont ez csak a harmadik ajtó, úgyhogy ez a terület még csak most kezdődik el? Jó, tehát akkor nem boss fight, jól van. Igen, rámegyünk srácok a Dex-re. Csapkodjunk gyorsabban. Oda néz. Sújt. Jó lenne egyébként visszamenni és megnézni a régebbi területeket ezekkel az új képességekkel. Mondjuk azt nézem, hogy... Á, nem. És esetleg innen? Nem férünk hozzá. Ide kéne egy kulcs. Köszi szépen a 70 000 követést, srácok. Vaga. Ők itt a szabad varjak. Ők azok a szabadvárjak, akik nem fogadták el az ajtók urainak az ideológiáját. Nem akartak természetellenes a halhatatlanságot. Hogyha az az ára, hogy, hogy az ő életük az ára ennek. Szevasz, Szeviper! Szóval menjünk magasabbra, és győzzük le a bestiát a hely tetején, gyűjtsük be a lelkét. De prepáráljam föl magam erre a dologra. Okay. Üdv mindenkinek, skacok! Halli! Szevasztok, ott vannak a kis varjak az ódújukban. Szabad varjak. Valamiért egyébként recseg a játéknak a hangja, nem tudom miért. Lehet valamit állítani? Nem. Hát a full screen nem adja neki. Láttam 100 szult, úgyhogy ezt begyűjtjük. Erre kell menni, úgyhogy teszünk egy kört. Valószínűleg egyébként vissza kéne menni a többi pályára, hogyha azt szeretném, hogy a karakter képességei fejlődjenek. Azt mondja, hogy lesz miről muzsikálnia, hogyha itt ilyen rejtett varjak voltak eddig. És nagyon inspirált lett a kalandunk miatt. Úgyhogy a következő dalján gondolkozik, következő muzsikáján. Az a helyzet, Szeviper, három képességgel körbejártam a területeket, amit csak tudtam, de kellett volna a negyedik nagyon jó pár helyen. Úgyhogy majd meglátjuk.
Valószínűleg itt felfele kell menni. Hát itt nem tudom mi van. Ó, viszont itt látom, hogy mi van. Nem, akkor ez. Jó, akkor majd kiderítjük, hogy ott mit kell. Biztos, hogy kell ott valamit csinálni, most még nem tudjuk. You have returned. Na, lehet számolni azt a 45 szveget. Na, számolom is. Dílú, persze, vasz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Adri, a második a támogatásodat. Itt újra itt köztünk, és hát peregjenek azok a bizonyos szvegek. Köszi szépen a 45 hónapot. Köszi, köszi. Peregjenek, srácok, peregjenek a szvegek. Adri a másodiknak. Ez viszont nem tetszik. Rögtön eljöttünk abba az irányba, ami így a boss fight lenne. Ja, ne viccelj, Dilupel, nem azért. Mondtam. Menjünk tovább, aztán, hogyha boss fight lesz, legalább tudjuk. Nem akarunk boss-tölni. De valami más tűz kell balszak. Jó van, Szeviper. Most olvasom a primitívtel. Szóval le lehet esni, meghalni. Köszi szépen, Adri. Jaj, még egy kecske kellene ide. Nincs kecske. Van még valami? Jaja, nagyon hangulatos a játszó, pokoljáró. Hogy élsz még? Ott is van tűz. Ott is van tűz. És ez is miért van itt? Érdekes. Ezt a szélmalat is meg kell gyújtani, mint a DS-ket. Lehet amúgy. Shortcutter ínyó lehetne itt. Leugorja. Ha valószínűleg lesz shortcut.
légy kedves. Kijátszottam. Na mi van? Nem lősz lézert. Szia Sprinter! Ügyesek voltatok. Köszi szépen a meccset. Jó volt. Jó volt megtapasztalni, hogy még vannak ilyen játékosok, akik szívesen kommunikálnak a társaikkal. Kacom. Na jó, megégetjük őket, most az lesz a trükk. Oh. Lehetséges? Ja, hát igen. Általában csak. Hát figyelj amúgy, Sprinter, megszólják, érted? De nem izé. Nyilvánosan szólnak le. Legalább. Ahoda nem tudunk menni. Szóval itt körbe jött. Ó! Oh. Ja, szóval... Tök jó volt az utcsó meccs. Pont ez kellett ahhoz, hogy tökéletesen zárjuk a napot. De jó volt, azt hittem ez a Frozen, az a te Frozened, aztán hamar leesett, hogy nem érti, mit magyaráz. Én meg azt hittem, hogy veletek van, mert Froziztan. Alig várja, hogy harcoljak. Én is alig várom. Az ott járható út vajon? Á, nem, az nem. Az sajnos nem járható. Nem, csak bérlem Frozent. Aha. Hát, messze. Hú! Még egy ilyet. Na mi van, ijászok? New subscriber arrives. Oda néz. It fills you with determination. Vadafak, köszi szépen. Ó, hogy ott lehetett volna használni ezt. Köszi szépen, vadafak, köszi szépen. A 26. feliratkozás ajándékozásodat a csatornán. Köszi szépen, hogy Sprinter első napját lehetővé téve ezzel. Köszi. Peregjenek azok a bizonyos szögek vadafaknak és Sprinternek is.
gyorsan! Mekkora troll vagy, játék? Na mi van? Persze! Visszapattant róla, láttátok milyen jó volt! Visszapattant a lövedék! Ez! Na, van itt még valami? Nem, nincsen. Átünk tovább. Imádom ezeket a fájtokat. Sajnos ez egyébként azt is jelenti, hogy lassan vége lesz a játéknak. Mármint az ez, hogy itt vagyunk. Ezzel azt arra gondoltam. Jajajaj. Mondjuk nem itt kéne harcolnom vele. De kíváncsi vagyok, hogy jön-e majd valami content hozzá még. Ő suicide volt. Várjál, utánad megyek. Az de komoly! Ezt meg kell nézni. Na jó, most! Igen, van ilyen leaping attack. Oda nem tudunk átmenni. Honnan jöttünk? Megvagy! És pont bele gurultam. Ott is van! Shortcut! Igen, ez shortcut lesz. Bár most nem ugrik be ez a hely, de biztos shortcut. Neked ez eddig a Game of the Year? Komolyan? Kell tovább menni. Oho. Erre akartam tovább menni. Itt van egyáltalán valami? Visszafele tudok menni, de miért akarok visszafele menni? Ja, most már elindultunk, tehát most már elindultunk, akkor jövünk, csak hogy így... Nem erre kell jönni. A nagy helyzet. Hanem erre. Kíváncsi vagyok, hogy miért rakták oda. Ó, és itt csúszunk, de jó! De jó! Csúszik a karakter. Mármint, hogy... Átlag játékosként azt mondanám, hogy... Ó, de szar, most csúszik! De amúgy tökre tetszik, hogy figyeltek erre. Figyeltek erre.
Neked is adjad a bumanót, tök jó. Jaj! Azt hittem jön utánpótlás. Amúgy sokkal nagyobb a range-em, mint ahogy én azt képzelem. Szóval szókás. Itt mindenki megskacok. Le lehetne ugrani, de nem akarok. Itt mindenki megskacok. Elmegyünk a hílelő bogyóért. Ha, shortcut és egy újabb út nyílt meg. Be lehet menni a lépcső alá, ha esetleg valakinek ez kérdés lett volna. Ezt most miért mutatod nekem, játék? Azt mondod, hogy itt akció lesz? Ők is súsznak, amúgy nagyon jó. De ők még ugrani is tudnak. Én miért nem tudok repülni? Megvagy. Igen, ez aréna szagú. Még valaki? Jól van, még vannak. Szóval itt van egy virágunk, aki köpköd. De jól néz ki! Azt nézzétek, hogy a jégen hogy tükröződik a virág lövése. Hát ne haragudj, de... Jaj! Feltüzeltél, kis haver! Ne már! Még mindig vannak! Még mindig! Jöhetne egy kecske amúgy! Kecske? Nem tud följönni, szegény. Nem szabad kinevetni. Most már fel tudsz jönni? Nem tud följönni. Mármint, hogy... Ne haragudj. A terveződ alkotott meg ilyenre, nem én. Miért akar valaki kimenni? Hát itt nincs semmi. Körbe tudok jönni. És le tudom magam húzni arra az oszlopra? Nem. Most melyik régióba jársz, ami jobb alul szokott megjelenni? Hát, Konaja, nem tudom. Nem tudom. Marcsi. Ahó. Üdvüd. Szervusz, Gugász. Szerintem most abban a régióban járok, hogy boss fight. Igen. Igen, ez most az.
ő éppen megnézte, hogy van-e valami az orrába. Betty. Értem. Jó. Oké. Tehát, hogy rám gurult. Betty rám gurult. Na. Betty. Ez gyönyörű volt. Értem. ez egy gyors try volt. Beszorult a karakterem! Ez a büntetés. Amúgy szépen kapta. Nagyon szépen ment le a HP-ja. Azt csináljuk, hogy... Ugye valószínűleg nem fáj neki. Rész 2.
Megvan, harmadik boss. Kapta Betty. Vannak, akik egyébként szerették mégis ezt a Bettit, és nem vadállatnak tartották. Szörmével biztosította itt az embereket, meg halállal. Kétszázat kaptunk. 200 lelket. Na hát... Skacok. Megvan mind a három boss. Milyen most vajon? Milyen most? Öt ajtó. Köszi, köszi skacok. Köszi, köszi. Hát a következő dexet már nem tudjuk kirakni, de amúgy elég szépeket tudunk csapkodni. Jó, hát menjünk az öreg varjúhoz. Hát, ha ő tud nekünk segíteni, hogy most akkor hogyan tovább? Merre? Kéne egy rozsdás kulcs, de nincsen rozsdás kulcsunk még. Hát ezek már válsatok. Madari, szevasz, szevasz. Köszi szépen a 49 hónap támogatást, azaz pontosabban az a 4 év 1 hónapot. Köszi, köszi, Madari. Most már tartozok egy kajánással? Mehetsz, majd mehet, Madari. Köszi szépen a támogatásra. Mert reggelnek azok a bizonyos szvegek, skacok. Most már elég erős vagyok neki. Állj, amúgy, várjál. Ez se elég erős. Jó, akkor nem ez az az út, ami az öreg varjúhoz vezet. Valószínűleg ez lesz az. Köszi szépen, úgy pergessétek srácok a szögeket. Pergessétek. Ezt én nem tudom mire vélni, hogy így, azt ott hogy? Legalábbis még. Na, megvan a három szól, ezzel most már ki lehet nyitni ezt az ajtót. A szürke varjú sose tudta volna ezeket az elemiket legyőzni. És lehet, hogy most valójában ők voltak az őrzők. Azt a rohadt demenőn néz ki. Lehet, hogy ők voltak az őrzők, és a szürke varjú meg az ellenségünk.
Vagyom mellett, van kör a földön, egy kicsit odébb, arra van egy másik ajtó vagy tele. Ja, az még nem tudom mi lehet Duma Manó, de jaj, vannak ki a földön ilyen dolgok. Úgy néz ki, hogy itt nincsen élet. A dolgok mögött vagyunk. Valaki köszönt, hogy haló? Na, te mi vagy? Ő maga a halál! Ó! Te vagy a halál? Azt hiszem, úgy gondolom, hogy az én vagyok. Szóval nem azért vagyunk itt, szóval ti nem azért vagytok itt, hogy megmentsetek? Nem, másért jöttünk. De tudnál segíteni? Gonoszok vagytok. Igen, halál. De milyen kis izé hasitasia van. Na igen, miért vagyunk itt? Bla bla bla. Igen, mi a feladatunk? A feladatunkat jöttünk megcsinálni. Nos, hogyha itt valami lelket keresünk, akkor kifogytunk a szerencséből. A Soul energia újra lett hasznosítva, ami ugye ide jött volna, és új élet jött létre ezáltal. Ment a reinkarnáció. De jól néz ki. Szóval a kezdetekben a halál maga vett el az életet. De nagyon depresszív volt ez a feladat. Azok miatt, akik hátra maradtak a halott mellett. Szóval szerette volna, hogy tudják azok, akik hátra maradtak, hogy a halál az nem egy ilyen ijesztő dolog. Ez csak egy ciklusa az életnek. A halál ekkor kezdett pszichológushoz járni. És akkor ekkor jött, gondolom, az ajtók ura, és gondolom ő akart segíteni a halálnak, és hát gondolom az lett a vége, hogy a halált bezárták egy ajtó mögé az urak. És már szerint, tehát hogy az első úr bezárta az ajtót, egy ajtó mögé a halált, és az új urak, ajtók ura meg nem tudta. Nem tudta, hogy igazából mi is van-e mögött az ajtó mögött. Erre tippelek. Szóval azt ajánlotta föl az ajtók ura, gondolom az első ezek közül, hogy begyűjti a szúlokat automatikusan ezen a kapun keresztül. Úgyhogy meg is állapodtak. És azt kérték, hogy... azt kérték cserébe, hogy legyenek halhatatlanok. De azt mondta a halál, hogy ez lehetetlen. Mert hogyha egy lélek túl sokáig marad...
tovább marad, mint a lejárata, akkor semmi sem fogja kötni őt az élethez. És démonná válnak. Mert hogy minden életnek véget kell érnie. Úgyhogy valószínűleg van egy ilyen ajtókura, aki ilyen gonosz, gondolom, akivel már találkoztunk. Na, a jelenlegi ajtókura elárulta ezt az egyességet. Azt mondta ez az ajtókura, hogy történt valami baleset, és hogy meghibásodott az ajtó, úgyhogy újra kell csinálni. Ó, és jelenleg a halál ugye az éterbe van, és az éterbe zárta a halált az ajtókura. Ja, pontosan az történt, amit mondtam, hogy amint elkészült az új ajtó, kinyitotta, és az ajtókura berúgta a halált az ajtó mögé, majd jól lezárta. Akkor lehet a tehát szürcsölő kulcsuk fejű is boss lehet, sőt, valószínűleg biztosan, hogy boss. Szóval ez történt. Itt van, ő magányosan, már régóta. Szóval hol vannak azok a lelkek, amiket a varjak begyűjtöttek? Mert hogyha nem az éterbe kerültek, akkor mi történt? Azt mondja, hát sajnálja, de hogyha egy lélek idejön test nélkül, akkor csak szimplán eltűnik. Előbb vagy utóbb minden dolog véget ér. Vagy félreértettem? Lehet, hogy félreértettem. Nagyon morcos a szürke varjú. Értem. Tehát megőrült egy kicsit a szürke varjú. Értem. Azt a rohadt. Miért csinálod ezt, szürke varjú? Jézusom. Ja, ott volt. Ezt nem is baj, hogy újra kezdtük. Azt meg akartam ütni. Ja, amúgy újra kéne kezdeni. Ha ilyenkor spawnol, amikor üvölt. Na, hát ez jó.
ez jó. Jó, ez a boss. Jó, jól néz. Tehát amúgy nem lehetetlen, csak elsőnek, elsőnek nehéznek tűnik. De jól néz ki. A bakker. Hát ebben jól beleálltam. Neki megyek, az is fáj. Fáj amúgy neked valami? Kezd fájni neki. Jó a zene. Jó, hát ezzel el leszünk. Végül is van még egy óránk. Jött egy fekete lyuk.
Köszi, köszi, srácok. Köszi, köszi. Itt, itt érzem most nagyon nagy valami lüktet. Ez jó volt. Ez jó volt, skacok. Vártam már, hogy végre szippancson egy kis friss levegőt a halál. Sajnálja, hogy így járt a kis barátunk, tollas barátunk. Jaj. Ja, hát amúgy valószínűleg a kis szürke varjú is túl sokáig volt az életben, mint hogy kellett volna, ugye? Úgyhogy ő is megőrült. Mert hogy őt se kötöttem el semmi, úgymond az élethez. Mert hogy céltalan volt a lélekgyűjtögetése. Ezek szerint. Mivel a kapu elpusztult, ezért az a halál ereje csapdába esett az éterbe. Üdv mindenkinek, skacok! Egy ajtót csinálni úgy lehet, hogyha feláldoz egy darabot a lelkéből. Szóval valakinek le kell most gyűrnie az ajtókurát, és hogy meg tudom-e tippelni, hogy kinek. És soha többet nem fog lepaktálni senkivel. Azt mondja, jegyezzem meg, hogy a halál az én oldalamon van. Most kíváncsiak, hogy ez mit jelent. Tehát, hogyha meghalunk, akkor mi fog történni? Vajon kire gondol? Kinek kell legyőznie? Szóval, azt mondja a játék, hogy a mi oldalunkon van a halál. Szóval vissza kéne jutnunk. Mivel kell még egy rozsdás kulcs, valószínűleg oda is föl lehet jutni. Lehet ő őrzi ezt a kulcsot pont. Majd kiderül. Most egy ajtót akarok amúgy keresni. Nem tudom amúgy mennyire messze van az ajtó. De szerintem itt lesz közel. Köszi, köszi srácok. Jó, jó volt ez a boss fight. Iszonytatosan nehéz volt. Erre volt a nagyi, a nagymama. Itt vezettük a nyilakkal a tüzet. És mivel Metroidvania, nem voltak ilyen robbantós képességeim, hogy erre tudjak jönni. Korábban. Most már igen. Továbbá itt van egy puzzle, amit nem sikerült megoldanom. De abban majd tudtok legalább segíteni, mert nekem nem jött át, hogy mit kéne csinálni.
Vannak-e nehézségi szintek a játékban? Szerintem nincs. Semmi nincs. Ja. Szerintem nincsen. Úgyhogy, hát mivel ugyan nem veszted el a pontjaidat, nem veszed el a szújjaidat, ezért nem mondanám Souls-like-nak, inkább csak Souls-like-like-nak. Nekem amúgy a Darksiders 3-ba tetszett meg ennyire a Metroidvániás dolog. Souls Light. Souls Light. Mert a Rogue Light dolgok azok, amik így könnyebbek. Amiben fejlődik a progress, de mégse vészel minden. Az ott micsoda? Ott van egy létra. Azaz név Souls Light. Na visszamegyünk. Nézzük, most mi van. Ajaj. Jajaj, ő a szabad varjó. A szabad varjó megmondja a tutit, hogy sose kellett volna az ajtók urával összedolgozni. Ez semminek sem a vége, ott hogy kíkszelték az ajtókurát otthon a háttérben. Több mint 1000 éve káosz uralkodik ugye most. És mi a kezébe játszottuk a lelkeket. Jihanzerbot, ugye milyen menő, hogy Black Eyes skinjei vannak? Rászóltam már, hogy inkább arról meséljen, hogy mi van a Steamen. Szervusz Iron, szevasztok srácok. Azt mondja, itt az ideje regnálni az ajtókurát, és hogy mi visszatérjünk, mármint hogy ő nem, de a többi varjú visszatérjen a természetes életciklusához, mint varjú. És egy új élet kezdődik új életekkel. Mármint, hogy igen. Hát a nagy ajtó. Megjelent a nagy ajtó. A very big ajtó. Hogy totyognak utánam. Badger the Reaper. Ő soha nem akart Reaper lenni. Ja, ő meg nem dolgozik, tehát megjelent 2 Reaper egyébként. Nem tudom, szerintem itt nem tudunk tovább menni. Igen? Te én ellenség vagy? Nem. Hello. Itt már voltunk korábban. Azt hiszem, akkor erről jöttünk. Valószínűleg nem erre kell menni. Igen. Szóval innen jöttünk, azt hiszem. Amikor egyszer idehozott minket. Mert hogy valaki elfelejtette bezárni az ajtót. Kukucs! Ajtók ura. Figyeltelek.
Nem gondolta volna, hogy ez összejöhet nekünk, de hát mégis itt vagyok. Amúgy durva, hogy... ő nem akarta továbbadni a tudást. Mert hogy egyik úr se volt halhatatlan. Az ajtók ura... tényleg, mert neki nincs neve. Tehát az előző ajtók ura már nem akarta követni a trendet. Ő egy ilyen fagyos szívű úr volt, és még nevet se adott neki. Tehát hogy tudsz úgy élni, hogy tudod a pontos napját annak, hogy mikor fogsz meghalni? Hát igen, mert ők tudták. Megvolt-e az ereje, hogy megmentse magát? Szóval, tehát hogy nem hagyta magát meghalni. Harc nélkül. Szóval most harcolni fogunk. Harcolni fogsz úgy az életedért, kicsi varjú, ahogy én harcoltam az enyémért? Értem. Ez mit tud? Lesz valami heal. Azt mondta a halál, hogy ő velünk van. De nincs ereje, szóval hogy így nem történik semmi. Jól van. Jó. Így nem is olyan vészes. Így nem is olyan vészes. Így nem olyan vészes. Csalom mindenedet. Szerencsére tovább mentünk ezen a fézen. Nagyon jó ez a fight. A végső fight. Na bakka. Egy HP. Jesszus! Mi ez? Mit csinálsz? Legalább nem a legelejéről kezdjük. Mert gondolom végig kell... Nem, most ugye szivatsz. Ez most ugye csak szivatás.
mondhatni az elejéről kezdjük. De legalább most már tudom, hogy itt tudunk pihenni. Chesby azt írja, megint a tesztri miatt veszek új gémet. Először a HD, és most meg ez. Hát látod. Csal. Oké. Ez nem jó, 2 AP-n maradt. Ne is rám esett, és abba haltam meg. Ha látjátok egyébként, ez a harmadik bossnak a helye volt. Nem tudom most honnan kezdünk, de remélem, hogy nem a legelejére. De a legelejére. Az előző bosszok helyén és azok movesetjeivel jön? Valami olyasmi. De csak az utolsó tűnt az a bossnak a helyével. Helyének, vagy mi. Lehetne valahol egyébként healálni. Ha már ilyen rezidens alvó. Hát ott találtak ki. Feleslegesen csinálom.
lehet csinálni persze. Arról van szó. De most egy hiba. Türelemjáték, srácok, türelemjáték. Szevasz, pocó. Mi a helyzet? Ha megütöm, nincs sok értelme. Amúgy 5 HP-m lehetne, hogyha minden cuccot összegyűjtenék. Tehát például lehetne 5 HP-m. Thank you.
menő lenne egyébként, hogyha ott is sebződne. Az a helyzet, hogy időhúzóan nehéz. Tehát a türelemben nehéz, nem a mechanikáiba. Vagyunk a bázisunkon. Fullos a HP-nk, nagyon jó. Hú, szóval amúgy csak eddig kellett volna eljönni. Hú. Csomó minden le van zárva, csomó út le van zárva. Na és itt lesz az utcsó harc, gondolom. Miért vagyunk itt? Nem, szerintem még nem győztem le. Miért létezem? Hogy kövessem a lépéseit azoknak, hogy az előző urak nyomdokába járjak. Úgy ismételjem ugyanazt a végtelenségig. Mi ennek az értelme? Hogyha úgyis meghalunk. Azt úgy gondolom, hogy ezt sose fogom megtudni. Azért, mert mind meghalunk. És az sokkal erősebb lesz, mert beszippantja az összes soul-t, amit eddig gyűjtöttünk valaha a vaultba.
The Last Lord. Kapott nevet. Azt a rohadt, mi történik itt? Hát minden boss képességét megkapta, te szemét! Tükröződik minden is a talajon. Kérlek, bocsáss meg! Lemerült. És lesz ilyen utolsó utáni? Meghalt az utolsó ajtókora is. Szegény lelkek amúgy. Jól megszívták. Ó, ez elég durván néz ki. Ezek voltak a világok, ahol jártunk? Már nem kéne. Na hát most végeztünk az ajtók urával, az utolsó úrral. Úgyhogy most már a halál visszakapja az erejét. És egyébként a sírásó is most már végre meg tud halni. Lehet ő lesz az utolsó, akivel így harcolnunk kell. Mert azt mondta, hogy
jöjjek vissza, hogyha elég erősnek érzem magam. És az ajtók urának a lelkével nyitotta az éterbe az utat, a halál. Azt a Jézusom, de jól néz ki. Lesz hosszú a kredit, srácok. Két ember csinálta, ugye? Köszi, köszi, srácok. Köszi szépen. Hát ez egy nagyon jó kaland volt így együtt, skacok. Köszi szépen, Duma Manu, az 50-es part is csírt. Na, azért a Devolver digitálosok itt vannak. Klára! Klára volt az, aki hozzád, a Devolveresek közül, aki hozzáférést biztosított a játékhoz. Bele dumáltam. Ez jó volt, skacok. Hát látjátok egyébként, hogy még közel nem 100%-oltuk a játékot. Hogy még van egy hely, ahova mondtam, hogy a rozsdás kulcs kell, és úgy néz ki, hogy nem a bossból kaptuk meg. Szóval még van valami a játék, tehát még van bőven a játékban tartalom, ahonnan például a rozsdás kulcsot is meg lehet szerezni. Hát szerintem is egyébként valamit biztos fog nyerni ez a játék, mert nagyon csodálatos. Jól kitalálták. Unitás. Hát a zenék komponálóját biztos, hogy ma jól megkeresik valaki. Azt írják, köszönjük, hogy játszottam vele, hát én meg köszönöm, hogy hozzáférés biztosítottak, és meg tudtam nektek mutatni. After credits. Ez ilyen Marvel-es. Ott egy kulcs, csak mondom, ott egy kulcs. Halló? Crow Gamer. Na nézzük, Crow Gamer. Crow Gamer. Beat the game. Ne, nem fogjuk megtudni. Akkor azt akarom megnézni, hogy Steam áruház. Azt akarjuk. Áruházi oldal. És arra vagyok kíváncsi, hogy a Crow Gamer az emberek 22%-ának megvan. Aha, és stat upgrade-eket is már vettek. A bomb ability-t azt tudták fejleszteni. Aha, meg a fire-t is. Arrow-t is lehet fejteni. Hozzáférés lehet szerezni a fazékfejűnek a titkos kertjéhez. Minden shrine-t meg lehet keresni. Úgy van megcsinálva a játék, hogy minden egyes magvat el lehet ültetni. Ez mondjuk azért szívás, mert én össze-vissza ültetgettem a magvakat.
aztán van olyan, hogy minden csillogó dolgot begyűjteni. Ezek a gyűjtögethető cuccok. Lord of Koresz. Ez mit jelent? Koresz. Koresz. Házi munka. Házi munkák ura. Azzá válok, hogyha 100%-olom a játékot. Oké. Nos, oké. Szóval, hogy... A földön az lenne a rozsdáskos? Lehet amúgy. Szóval, van egy olyan achievement, hogy meg kell etetni a béka királyt a robbanó bombánkkal. És van olyan, hogy úgy kell átmenni a metal detektoron, hogy ne jelentsen az fenyegetést. Tehát gondolom, le kell adni a fegyverünket? Mondom. Illetve a játékosok 2%-ának van meg az az achievement. Figyeljetek! Az az achievement, hogy egy esernyővel játszd végig a játékot. Az esernyővel. Ami azért szíves, az esernyő, csak mondom, itt van, megvan, mert hogy fele annyit damol, mint a Reaper's Sword. És ez a játékosok 2%-ának megvan. Úgy néz ki, hogy sikerült elkötelezniük a játékosokat, hogy ilyeneket csináljanak. Meg is tudom amúgy érteni. Is, kacok. Hát ez... Ez menő volt, srácok. Innen jöttünk, igaz? Challenge. Ja, hát az challenge. Nem. Erre szerintem nem mentünk még. Vagy itt jöttünk be valahol? Nem, itt nem voltunk. Legalábbis szerintem. Srácok, nem nyomom most le a streamet azért, mert végignyomtuk, hanem még csináljuk, amit lehet. Értem, mit akarsz, játék. Jézusom, szóval, hogy kezdtem előről, hogyha leesek. Na, hát remélem, hogy ez a nagyon megéri rész lesz. Szóval... A jég! Azt mondtam a jégre, hogy nagyon jó! Ne felejtsd el, játék, hogy én azt mondtam. Ja, hogy ilyenkor meg se lehet lőni. Elfogyott az energia. Na, mihez kellene neked jég, kakasos?
Kedves játék! Kedves játék! Párárá! Ezt akarom mondani neked, játék. Ezt akarom mondani. Pont ezt. Az igen, kakasos korcsolyázni akar. Aj, és a távolabbit kell, hát persze, hogy a távolabbit kell. Szarjáték! Jól néz ki egyébként a... ahogy tükröződik a jég. Ezt újra fogjuk csinálni. Lehet, hogy ezt amúgy egérrel kéne, mert szarul célzak. Mármint, hogy kontrollerrel szarul célzak. Ne! Gonosz vagy játék, gonosz vagy. Várjál csak. Lehetne csalni? Lehetne, hogyha lenne nyilam. Na jó, csalunk. Hogy kell csalni? Aha, és hogy váltunk? Oké. Okay. Na jó. És mellé lőttem. Amúgy. És ne... Szóval éppen megláttam valami érdekeset. De lepottyantam, mindjárt mutatom, hogy milyen érdekeset láttam. Milyen érdekességet láttam. Szóval nem lehet ilyet itt csinálni, hogy azt ott meglövöm, azt megyünk tovább. Nézzük csak. Dehogy nem. Szivatsz? Nem baj, így azért kicsit könnyebb. Bugolol, csalolol, bugolol. De hát azt lőttem meg! De hogy így nem is azt lövöm, játék! Szóval ide jövök. Értem. Így azért egy kicsit könnyebb. De még így is iszonyatosan nehéz. De hát, nézzétek, de miért azt, de nem látjátok a nyilat és nem oda lő. Ez egy rage game. Az lenne jó, még le is esne. Szívatsz, hogy azt is alulról kell meglőni. Pedig igen. Jó, akkor ezt... Hű, hogy lenne es nekem! Bocsánat. Jaj, de jó, hogy azt lövöd.
Most remélem van valami mentés. Vagy cuccok. Vagy cuccok. Parancsolsz? Itt végig kéne menni? Egy hülyes shrine volt a végén. Egy shrine volt a végén. Egy shrine. Egy hülyes shrine. Uh-huh. A fagyott kanyon. Jól van, srácok. Hát ez nem volt egyszerű. Ez nem volt egyszerű, srácok. Esetleg megérte? Hát figyelj, alapvetően megérte. Meg tudtam nektek mutatni, hogy bizony van ilyen is, hogyha esetleg ide juttok, és éppen azt mondjátok a játékra, hogy mennyire király, akkor ezt ne csináljátok meg utána, mert meg fog változni a véleményetek. Jó. Amúgy nem ezt akarom csinálni, hanem elmenni a kezdő területre, azt ott körbenézni és ültetgetni bogyókat. Jézusom, mindegyik piros. Hát most már tényleg arra megyünk, hogy viszont, hogyha én esernyővel megyek, az esernyőben... Ja jó, azt hittem nem lehet vele docsolni. Rossz az irány. Ha esernyővel megyek, srácok, akkor megkapom az achievementet, hogy nem triggerel. Most már mindegy! Most már szerintem mindegy, ez nem fog jelezni, bármi van. Akkor mindegy. Mondom, megcsináljuk, hát a esernyővel nem jelez be, hogy fegyver van nálam. De hogyha nincs ajtó, ami bejelezzen... Akkor így mindegy. Jó. Igen, ide akarunk menni, mert a jobb oldali ajtó az a legalapabb. Mondjuk lehet, hogy ott is van valami. Szevasz, Girosz! Szevasztok, srácok! Szerintem nem lesz itt semmi egyébként. De azért körbenézünk. Az egyébként megvan, hogy most így, hogy... Megöltem az utcsó boss-t, nem tudok már semmit se fejleszteni? Mi a helyzet, skacok? Van például egy ikertorony, amit meg kéne keresnem. A játék szerint. Tehát itt továbbra sincs semmi. Mire való a rozsdás kulcs? Én tudom, hogy mire való a rozsdás kulcs. Én tudom, hogy mire való. Megyünk is majd arra fele. Ó, de jó volt.
Mindes, menj csak, hogy merre kell menni hozzá erre. Jó, erre. Köszi a linket, Konaja. Illetve meg is tudjátok venni a muzsikáját, a játék muzsikáját, skacok. Tehát ez itt már nincs itt. Nincs itt az ajtó, ahova a halál van bezárva. És végül is a halál ajtaja volt. Mindvégig a halálnak volt az ajtaja. Ki mondta? Na jó, akkor gyere rám! Jön velem? Nem jön velem? Igen, kaptam egy kulcsot a villanykapcsolóhoz. Ezek mit csinálhatnak? Így este nincsenek enemik. Nincsenek enemik. Csak ezek a lelkek. Ott már voltunk. Arra most nem megyünk. Nem tetszik ebbe a sötétbe a játék. Nem tudom, miért tudom még egyszer megölni. Ő volt ugye az őrzője ennek a shrine-nak. De a shrine például azzal, hogy este lett, nem változott meg. Game plusz akar lenni? Hát gőzöm sincs, kacok. Ú, és van még egy ajtó, bár az lehet, hogy kamu ajtó. A déli részén a játéknak. Így egyébként, hogy este van a játékban, nagyon hangulatosak a tüzek.
Mi van, ha visszamegyek? Vagy a rózsaszín lelket a földi pecsétre viszem? Földi pecsét? Ezt hogy érted? Van manó? Piros vagyok? Ne, ja, tudom mire gondolsz. Ezekre? Rölakva és runák. Hát ez az, az kulcs. Kulcs van rajta. Nem tudom, hogy addig követni fog-e minket egyáltalán. Mi lesz, hogyha az ajtóhoz visszük? Aztán nem fog történni semmi. Olyan, mint hogyha jött volna utánam, de valójában nem jött. Ó, biztos, hogy lehet velük valamit csinálni. A bossoknál nem világít egyébként. Ez nem az a terület. Na jó, srácok! Szerintem még visszatérünk ez a játékhoz. Átgondolom, hogy legyen-e belőle a stream, hogy kiszázszázalékoljuk esetleg. Majd még ezt meglátom, eldöntöm. De így egyébként tetszett. Hoppá. Tetszett. 8 és fél óra alatt meghaltak a bosszok. És ahogy látjátok, még egy negyede hátra van a játszinak. Mennyit még így fel lehetne fedezni. Ugye lehetne fejleszteni a három képességet, meg szerintem még vannak ezen kívül dolgok. Ugye a gyűjtögethető cuccok például, azok biztos beleszámolna. Ezt biztos bele lehet számolni. Úgyhogy van még tennivaló. De mivel így, hogy meghalt az endboss, úgymond vége. Ja, fegyverek is vannak, gyűjtögethető cuccok. Ja. Kíváncsi vagyok, hogy milyen fegyverek vannak még. Egy szó mint száz, srácok. Én élveztem ennek a játéknak a végigjátszását, és nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és tényleg köszönöm még egyszer a kiadónak, hogy így meg tudtam ezt nektek így mutatni. Frankó volt. Jó kis játék, ajánlom.